Kitörölhetetlen emlékem a 2014-es gázai háborúból, amikor elvittek egy kórházba a szíriai határ közelében. Hiába a helyi konfliktus, az izraeli hadsereg szíriai területekről mentette át az ottani polgárháború sebesültjeit, hogy izraeli pénzen kezeljék őket. Azon a részlegen, ahol a szíriai kisgyerekeket ápolták, nem mondhattuk ki a Héber Salom köszöntést, nehogy eltanulják és később odahaza bajba kerüljenek. Ezért csak arabul tudó orvosok ápolhatták a kicsiket. Ez a jelenet nem egy gyilkos rendszerképét mutatja, ugye? Mindez éles kontrasztban áll azzal, amit az ENSZ határozatokban látunk. 2020-ban például az ENSZ közgyűlés 17 határozatot hozott Izrael ellen, a világ többi országával szemben mindössze hatott, beleértve Észak-Koreát és Iránt. Különösen az antiszemita és anticionista retorikától sem visszariadó baloldal hazudik nekünk az ottani konfliktusról, és sokszor arról is, hogy mi a jó megoldás erre. Az izraeli-palesztin konfliktusban ugyanis minden áron kétállami megoldást akarnak ráerőltetni a felekre, vagyis hogy a zsidó mellett még egy palesztin államot is létrehozzanak. Ez viszont több szempontból sem működik. Egyrészt a kétállami megoldás tulajdonképpen már megvalósult. Hihetetlenül hangzik, repüljünk vissza száz évet. Az első világháború után az ENSZ elődje, a Népszövetség 1920-ban a Szánrémói konferencián határozatot hozott, hogy az oszmán birodalom alól felszabaduló Palesztinát teljes egészében egy zsidó nemzeti otthon kialakítására szánják. Ennek oka, hogy már a Palesztina elnevezés is téves. Még régen Hadrianus császár etnikai tisztogatása alatt nevezték át Izraelt annak régi ellensége a filiszteusok után. A palesztin nevet sokáig földrajzi és nem etnikai értelemben használták, az évezredek óta folyamatosan itt élő és gyakran többséget képviselő zsidók, illetve a később érkező arabok is palesztinok voltak. A britek kaptak mandátumot arra, hogy a zsidó otthon megvalósítsák. A politikai realitások alapján azonban csörcsillék inkább leválasztották Palesztina 77%-át és létrehozták ott a Transjordán királyságot, ahonnan minden zsidót kitiltottak. Ez lett a későbbi Jordánia. Ezzel igazából már létrehoztak Palesztinában egy arab és egy lendő zsidó államot. Persze Izrael erre már nem hivatkozhat a Jordániával kötött békeszerződés tartalma alapján. A nagy politika viszont Palesztina megmaradt 23 át akarja tovább szabdalni. Pedig a kétállami megoldás legfőbb ellenzői maguk az arabok. A valóság az, hogy Izrael ötször is kész volt államot adni a palesztinoknak, de nem kellett nekik. 1937-ben a britek javasoltak először kétállami felosztást, majd 1947-ben az ENSZ közgyűlése is. Míg a zsidók elfogadták a javaslatokat, az arab fél erőszakkal reagált, pedig mindkét esetben az arabok kapták volna a területek többségét. 1948-ban Jordánia szállta meg a térség egy részét, és száműzték a zsidókat. Izrael csak az 1967-es hatnapos háborúban szerzett vissza sok területet. Az izraeli kormányzat kész volt feladni gázát és a nyugati partnak nevezett régiót egy arab államnak, de az arab fél nem tárgyalt izrael -el. 2000-ben Izrael már szinte minden palesztin követelésnek kész lett volna eleget tenni a Camp Davidi csúcs találkozón, de Yasser Arafat szó nélkül távozott. Még a szaudi bandarherceg is népe elárulójának nevezte ezért. 2005-ben Izrael kivonult a gázai övezetből, amit a Hamas septében terrorállammá szervezett. Aztán 2008-ban szintén elutasították az izraeli kormány bőkezű béke ajánlatát. Legutóbb pedig Donald Trump béketervét dobták a kukába vagyis Izrael minden felosztási és béketervet elfogadott volna, ám azokat az arabok rendre elutasították, mert kizárólag egy zsidómentes arab államban gondolkodtak. Végül pedig, ha eleget tesznek a nemzetközi követeléseknek, Izrael zsidó jellege megszűnik. Ha minden úgy valósulna meg, ahogy ezt kritikusai elvárnák, nem maradna zsidó állam a földön. Egyrészt a több millió menekültnek nyilvánított palesztin hazatelepítésével a zsidó kisebbségbe kerülnének a nekik adott területeken. Másrészt a két állami megoldás jelen viszonyok között katonailag védhetetlenné tenni a zsidó államot az ellenséges arab nemzetekkel szemben. Ez az alig Dunántónyi földsáv a zsidóság egyetlen otthona a földön, ahol 22 arab ország 400 millió lakosával, illetve 1,2 milliárd muszlimmal néznek szembe. A közel-kelet egyetlen demokráciájának joga van a létezéshez és az önvédelemhez. Súriányi Dávid, az Axioma főszerkesztője. Ha tetszett a videó, lájkold az Axioma Facebook oldalát.